Az üzemanyag és energiacégek megadóztatására szólította fel a világvezetőit az ENSZ főtitkára. António Guterres szerint az így befolyt összeget a megélhetési válság által sújtott rétegek támogatására kell fordítani, valamint javasolta, hogy a világországai fektessenek még többet a megújuló energiaforrások kutatásába. Erkölcstelen, hogy az üzemanyagcégek ekkora nyereséget termeljenek a legszegényebb emberek és a klímaváltozás kárán. A legnagyobb energiacégek összesített profitja az idei első negyedévben megközelíti a 100 milliárd dollárt. Javaslom, hogy minden országban adóztassák meg ezeket a pluszbevételeket, és az összeget fordítsák a kiszolgáltatott emberek támogatására, nyilatkozta az ENSZ főtitkár. A napokban jelent meg az ENSZ ukrajnai háború hatásait vizsgáló jelentése. António Guterres elítélte Oroszországot, amiért a globális energiaválság jelentős részben az ukrajnai konfliktus miatt alakult ki.